Hivatalosan is átadták a Fehérvár Csurgói Károlyi kastélyt. A felújítás több mint egy évtizede kezdődött, ez idő alatt különböző forrásokból összesen több mint 1 milliárd forintot költöttek az épületre. Ez a beruházás azonban több, egy történelmi család kastélyának megújulásánál, mondta Károlyi György. Az ünnepélyes átadáson ugyanis a kastélyépítő Károlyi József ükonokája köszöntötte az egybegyűlteket. Egy óriási öröm, amennyiben amikor ennek a munkának hát most már több mint 12 éve nekiláltunk, akkor fogalmunk se volt, hogy meddig tudunk jutni, és hát a Jóisten segítségével és másoknak a segítségével is szerencsére eljutottunk oda, hogy 100%-ban teljes egészében sikerült ezt a kastélyt felújítani. A klasszicista stílusú kastélyt gróf Károlyi József építette az 1800-as évek közepén. A 100 szobát, több díszes szalont és egy kápolnát magába foglaló épületet egy 50 hektáros angol park veszi körül. Több gyűjtemény is otthonra lelt itt, könyvtár és dokumentációs központ is működik a kastélyban, ahova folyamatosan érkeznek a látogatók több európai országból. Az egész kastély együttesre büszkék vagyunk, hiszen ez egy hosszú fejlesztési folyamat végeredménye, ahova most elértünk. 1997-ben indult a pavilonnal, a kápolna felszentelésével, és most arra értünk el a végéig. Valóban ez volt a legnagyobb feladatunk, és sikeresen végre is hajtottuk. A kastélyt a Károlyi József Alapítvány kezeli és része a Kulturális Találkozó Központok Európai Hálózatának. A megújult épületet Spányi Antal megyés püspök szentelte fel. Mint mondta, ha az ember építi a házát, építi egyben hazáját is. Isten áldását kérte a műemlékre. Kérem Isten áldását erre a csodálatosan megújított épületre. A köszöntő beszédek után egy nemzeti színű szalag átvágásával adta át a Károlyi család a kastélyt, ám hogy Károlyi György fogalmazott, az átadás megtörténte nem jelenti azt, hogy mindennel elkészültek. Folytatják a munkát, hogy ez a kastély számos nemzetet jobbító konferenciának, értekezletnek és találkozónak lehessen a színhelye.